Azt gondolnánk, hogy ide az ELTE TTK-ra a tanulás és a jó bulik miatt érdemes járni, pedig egy köpésre az A38-tól ingyenesen látogatható egy remek természetrajzi kiállítás is. Ez az ELTE Természetrajzi Múzeumának biológiai és őslénytani kiállítása. Egy kicsit mindegyik, egy modern üvegpiramisba foglalva, mondhatnánk azt, hogy az életnek és az élet tudományának az eszenciája. Kiállításnak az is egy érdekessége, hogy ez nem csak egy szimplán egy természettudományi kiállítás, hanem nyugodtan mondhatom azt, hogy egy technika tudományi kiállítás is, mert hogy meg lehet nézni azokat a gépeket, amikkel régen végezték a kutatásokat. Igen. És el is érkeztünk egy számomra hihetetlenül szép darabhoz. Ez egy elektromikroszkóp, ha jól tudom. Ez a készülék az 1960-as években készült, az akkori Német Demokratikus Köztársaságban, és a lényeget talán abban foglalható össze, hogy azért alkalmas nagyon erős nagyítású és nagyon nagy felbontású képeknek a kialakítására, sejtekről van szó elsősorban, természetesen, mert az általa használt sugárzás, tehát az elektronsugárzás jóval kisebb hullámosszal rendelkezik, mint a fénysugárzás. Mutatnék még egy érdekességet, ilyet általában nem lehet látni másutt. Ez egy elektromos lencse, egy elektromágneses lencse. Most, hogyha elképzeli azt, hogy ezek így jönnek egymás után, és ebből alakulnak ki az oszlopnak különböző szakaszai, akkor világossá válik, hogy hogyan működik egy elektromikroszkóp. Azt gondolom, hogy mindig egy ember számára az a legmegdöbbentőbb, amikor egy ilyen helyen jár, amikor a saját, hát most így mondom, belsőségeivel találkozhat, mert ugye az valahogy úgy mindig úgy melbeüti az embert, hogy Jézus Isten, ez van bennem is, és most elérkeztünk egy tárolóhoz, ahol azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb részünk van, az agyunk, és mindenféle verzióba, úgyhogy azt kérném a tanár úrtól, hogy egy picit azért avasson be, hogy mit láthatunk, mert hogy az emberi agy az úgy rendben van, de hogy milyen feldolgozásban vagy módjában láthatjuk az emberi agyat. Itt lehet látni egy olyan agypreparátumot, amelyhez már úgymond hozzányúltunk. Jól megfigyelhető a bal, illetve a jobb félteke, és a két féltekét összekötő, itt próbálom mutatni a pirossal, egy hatalmas nagy pályaköteg, ugye? Ez a pályaköteg, ez kapcsolja össze a két féltekét, mert a két féltekének a működése egy kicsit eltérő, és erre a kapcsolatra szükség van. Amit most itt megmutattunk, ez az egyik kiállítás, a biológiai és őslénytani kiállítás. Van még egy ásvány- és kőzettárunk, illetve egy matematikai gyűjteményünk. Mindhárom egység elérhető lesz a múzeumok éjszakáján most, szombaton 3 és este 11 óra között. Ha érdekel, mi van a ráncokon túl, tehát hogy milyen egy sárpely koponyája, ha érdekel, hogy milyen centrifugát gyártott a zuglói gépgyár, ha még nem láttál atlanti törfarkú rákot, ha érdekel, hogy ki a majomvilág Cyrano de Bergerac-ja, vagy csak érdekel, hogy nézett ki az első fodor, akkor gyere szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Természetrajzi Múzeumban.